Szeretet és tisztelettel üdvözlök mindenkit, aki ezen a szép nyári napon kíváncsi erre a témára. Ugye a felkérésem arról szólt, hogy próbáljak meg mind a technikáról beszélni, mind meg a mögöttes jogi tartalmakról. Úgyhogy most igyekszem mind az egykori CERT-es, tehát CERT-hangi lapító fejemet elővenni, illetve mind a jogászi sapkámat. A microtargeting, ugye ez egy régi történet, tehát ezek valamikor még az 50-es évek elején indult el ilyen pénzügyi adatbázisok kilakítása folytán. És aztán rájött nyilván a marketinges szakma, hogy ezt mi mindenre lehet kihasználni, és innentől kezdve ez az eszköz, ami egy nagyon hatékony és nagyon jó és nagyon veszélyes eszköz egyszerre, elkezdett elterjedni az üzleti szféra egyéb területein, a civilek is, NGO-k is elkezdték használni, és a végén a politika is megtalálta. És nyilván azok az esetek, amiket hallunk, akár az amerikai elnökválasztás befolyásolása kapcsán, akár mondjuk ukrajni puccs előkészítése kapcsán, hogyha így akarjuk mondjuk az orosz interpretációt átvenni, ezek mind-mind arról szólnak, hogy ezt a technológiát alkalmazták valakik valamilyen célból. És nyilván ennek a technológiának van kétfajta funkció, az egyik ugye az, hogy beazonosítom magát a célcsoportot, a másik pedig az, hogy egy célzott üzenetet jutottok el hozzájuk. Hogyha a beazonosítás technológiáját nézzük, ez egy nagyon régi bevált adatbányászati technológiát alkalmaz, amikhez nyilván újabb és újabb elemző szoftverek társulnak, illetve a cookie-k alapján viszonylag könnyű azt követni, hogy egy weboldalt kik látogatnak meg. A célzott üzeneteknek az eljutatásánál viszont azt látjuk, hogy az eszközök száma végtelen, pont azért, mert mind a fizikai, mind pedig az online világunk változik. És ennek a változásnak a függvényében tudunk újabb és újabb eszközöket, csatornákat megtalálni ahhoz, hogy az embereket hogyan érjük el. Ha a szereplőket nézzük meg ebben a folyamatban, akkor nyilván három fő csoportot láthatunk. Az egyik az adatbroker, ez egy hatalmas nagy biznisz, tehát ha megnézzük azt, hogy az adatbrokerek közül kik a legnagyobbak, az a három amerikai, illetve az egyik az ilyen európai-amerikai, az egy ilyen több milliárd dolláros forgalmat bonyolító cégek, tőzsdén vannak jegyezve, és mindenki védi őket. Csak egy példát mondok erre a védelemre. Akkor, amikor az legnagyobbat Amerikában meghekkelték, akkor, hogy mondjam, olyan következmény nem volt, hogy őket elővették volna amiatt, hogy nem volt jó az IT biztonságuk. Tehát a kormány azt gondolta Amerikában, hogy ez egy annyira értékes cég, és annyira értékes szolgáltatásokat nyújt nekünk is, mint kormánynak. Mert volt olyan ügyük például, a titkos szolgálatnak adtak át olyan adatokat, amik nem lehetett volna, és persze ezt is megúszták, hogy gyakorlatilag utána az egész témát átették arra, hogy volt két gonosz hacker, és ezeket kell mindenképpen szénné büntetnünk. És el is kapták azt a két szerencsétlent, és 28 évet kaptak. Tehát mutatja mondjuk azt, hogy a fejlett kormányzatoknak és hozzáállását ehhez a témához az, hogy egy adatbroker önmagában hatalmas értéket képvisel mindenfajta szempontból, politikai, üzleti és egyéb szempontból. A másik nyilván az a megrendelőknek a csoportja, és ez lehet üzlet, lehet politika, vagy lehet éppen civil szervezet, és a harmadik nyilván célszemélyek, akik ezzel akarunk jutni. Egy példát akartam előhozni az ilyen sikeres microtargeting kampányokra, az Obamának volt a 2008-as kampánya, ahol azt lehetett látni, hogy ugyan nem a demokraták, hanem a republikánsok kezdték el 2004-ben Amerikában ezt az egész, hogy mondjam, microtargeting alkalmazást a politika terén. De a demokraták gyorsan tanultak, és nyilván az ő támogatói körüknek köszönhetően olyan közösségi honlap működtetőkkel tudtak együttműködni, mert ez ugye nyílt titok, hogy mondjuk a Facebook vagy a Silicon Valley-nek a hogy működtetői azok általában demokraták, ami a 2008-as választási sikert bőven tudta garantálni. És ennek a számait, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy nem csak az volt, hogy itt egyébként a MySpace-en, a Facebookon, YouTube-on, egyéb helyeken megjelent Obama, és az ő profiai 56 vagy 57 fajta lebontásban, attól függően, hogy éppen milyen célcsoportot akartak elérni, kit akartak megszólítani, kit akartak mozgósítani, és így tovább, hanem az adománygyűjtés kapcsán is elértek egy olyan sikert, ami addig még nem volt. Tehát ugye addig az volt a történet lényege Amerikában, hogy ha adományokat gyűjtünk politikában, akkor tartunk ilyen nagy-nagy ebédeket, fogadásokat, estebédeket a gazdag emberek számára. Azok becsengetik a kis részvételi díjat, plusz egyébként még pár százezer dollárra megtámogatnak bennünket. Most ehhez képest az Obamáik azt mondták, hogy mi a kis emberekhez fogunk eljutni. Tehát a sok kicsi sokra megy elve alapján nagyjából 2,5 millió ember nagyon pici értékű adományokat adott át nekik. Viszont ennek az összösszege azt hiszem 600 millió dollár volt közel, és ennek mondjuk a 86%-a az ilyen kis adományból gyűlt össze. És ezt mindig az online ajánlották fel. Tehát ez mutatta a sikerességét ennek a kampánynak, amellett, hogy persze meg is nyerte a választást.
Nyilván vannak még ilyen szép számok, hogy 13 millió embernek a neve szerepelt az e-mail listákon, közel 1 milliárd e-mail került kiküldésre, viszont itt látható volt az a fajta sajátosság is, hogy a világ az még mindig a fizikai irányába, meg a megszokott irányába tendál. Tehát ha megnézzük azt, hogy az SMS és az e-mail közül melyik volt a sikeresebb, tehát melyikre válaszoltak, reagáltak jobban az emberek, akkor régi megszokottabb SMS volt az, míg az e-mailek általában megválaszolatlanak maradtak. Ergo, mik az előnyei és mi a veszély ennek a technológiának? Én úgy gondolom, hogy ez alapvetően egy nagyon jó eszköz arra, hogy mondjuk a társadalmi valóságot megismerje bárki, aki szeretné, akár kormány, akár gazdaság, akár civil szervezet. Tehát mindenképpen egy olyan technológia és egy olyan ipar, ami itt fog maradni. Tehát nem lehet semmilyen jogszabállyal vagy semmilyen tiltással ezt megszüntetni, mert olyan roppant erős érdekek fűződnek ahhoz, hogy ez így működjön tovább. Másrészt tényleg, hogyha az embereket mélységében szeretnék megismerni, ahhoz csak ilyen eszközökkel tudunk eljutni, legalábbis 100 000 fő fölött. Újabb ilyen előny az, hogy a célcsoportokat tényleg csak így tudjuk beazonosítani, tehát hogyha nekem van egy konkrét kívánságom, hogy kit szeretnék elérni, kit szeretnék megtudni, hogy mit gondol, milyenek a preferenciái, ehhez csak ilyen módszert tudok eljutni. És persze, hogyha van egy konkrét érdekem, profit érdekem, politikai érdekem, hogy választanak meg engem, vagy éppen csak azt, hogy szeretném az emberek ebben megismerni, csak így tudom a megfelelő üzeneteket, kérdőíveket, árukat, szolgáltatásokat eljutatni a célcsoportokhoz. Tehát ez egy ilyen megkerülhetetlen és nagyon hasznos technológia is. Ám de, nyilván vannak olyan veszélyek is, amik hozzájuk fűződnek, és akkor itt jönnek azok a, hogy mondjam, felvezetőben is említett veszélyek. A legelső nyilván az, hogy maga az adatkezelés jogellenes lesz. Ugye a GDPR kapcsán sokan hallottunk arról, hogy bevezette a GDPR profilalkotásnak a tilalmát például, ami egy ilyen tévhit, mert hogy profilalkotással lehet élni. Tehát a GDPR ezt nem tiltja meg, hanem azt mondja, hogy erről illik tájékoztatni az érintettet, és meg kell neki adnunk lehetőséget arra, hogy ebből kijelentkezzen. Tehát, hogyha megadom neki az opt-outot, tehát utólag kijelentkezhet onnan, akkor ezzel már eleget tettem a profil alkotással szembeni GDPR követelményeknek. Ami egy ilyen no-go viszont, az az, hogy automatizált döntéshozataloknál, ha én ezt nem előzetesen kérem meg az embertől, hogy egyébként profilalkotásra fog sor kerülni, és ezt fel fogom használni egy ilyen automatizált döntéshozatalban, na akkor tényleg jöhet egy ilyen szép nagy combos büntetés. És nyilván, hogyha nem nyilvános forrásokból ütöm össze az adataimat, az szintén egy olyan, amit a GDPR büntetni fog. Az másik dolog, hogy nyilván a szakmaiság mélységeit ismerők számára az egy tudott dolog, hogy ezek a nagy adatbrókerek nem csak a közösségi médiából, nem csak a cégnyilvántartásból, hanem máshonnan is dolgoznak. De nyilván itt szembesülünk azzal, hogy egy hatóság vagy egy állam meddig tud eljutni az ellenőrzésben, addig, ameddig van erőforrása emberi, anyagi, hogy ezt tudja követni és érvényesíteni. Ha nem, akkor ez mindig egy ilyen szürke zóna fog maradni. A másik ilyen nagyobb veszély, ez nyilván a biztonsági események csiriádja, az mind a három első nagy ilyen adatbrókert már meghekkelték, ahol több millió adat került ki az internetre, és persze ezeket mindig elsikálták, tehát legtöbb esetben nem volt semmifajta olyan következmény, ahol őket büntették volna meg amiatt, hogy egyébként ők nem tartották be az XY törvénynek vagy módszertannak az előírásait. Viszont, ahogy mondtam, az USA-ban két szerencsétlen hackert ki tudták tenni a pédesztára, és azt mondták, hogy ti kaptok 28 évet. Miközben, ha megnéztük volna az igazi okokat, láttuk volna azt, hogy egyszerűen annyira könnyű volt meghackelni ezt a rendszert. És ez mégsem volt érvényesítve velük szemben. És nyilván a hamis hírek terjesztése az, ami egy érdekes téma, hogy itt van ez a technológia, ez a csodás technológia, amit ha felhasználunk olyan célokra, amelyek, hogy mondjam, nem teljesen legálisak, vagy nem teljesen etikusak, akkor ez hirtelen egy nagyon éles fegyverré válik, egy atombombává. Rólam is jelentettek meg még 2015-ben egy ilyen mocsklódó cikket a Blikben, el is kellett tűnöm egy évre. Van olyan, hogy mondjuk nem csak üzlettársat, vagy politikai ellenfelet akarnak ellehetíteni, hanem megpróbálnak mondjuk például változásaiméket befolyásolni. Én úgy gondolom, hogy az, amit mondjuk most a Trumpék, illetve a demokratáktól indulóan próbálnak az amerikai elnökválasztási kampány kapcsán igazolni, annak a fele igaz, mondjuk így. De ugyanannyira igaz az is, hogy ha megnézzük mondjuk a szíriai, a líbiai vagy az ukrajnai eseményeket, ott is láthatunk hasonló microtargeting eszközökkel elkövetett befolyásolást. Tehát ahol először hangulatot keltek, aztán utána zavargásokat iniciálok, és a végén puccsolok.
egy létező törvényes kormányt. És nyilván annak is megvoltak a megfelelő, hogy mondjam, irányítói, csak nem az orosz oldalon. Ergo mindenki csinálja, csak nem vallja be. És ebben a kérdésben, hogy mondjuk hamis híreket hogyan terjesztek és mit csinálok, az az a legérdekesebb jogi szempontból, hogy én jogilag ezt nem tudom igazán büntetni. Mert ezek a pici kis álhírecskék, amik ugye egymásra épülnek, önmagukban nem jelentenek semmifajta nagy veszélyt, nem merítenek igazán még a becsületsértésig se eljutó dolgokat. Tehát meg lehet mindig úgy csinálni, és mondom ez saját tapasztalat, a valós tényeknek a hamis színben való megfeltüntetését, hogy azt bíró elfogadja, és azt mondja, hogy hát ez egy vélemény volt, miközben nem az. Mert hogyha az egészét nézem, akkor hirtelen kiderül, hogy ilyen csaló, rabló, ilyen ember vagyok. Mondom, saját tapasztalat. Tehát ezért itt a jognak nyilván még tudni kell ehhez a feladathoz felnőnie, hogy az összhatást nézze, és ne az egyes ilyen tényelszerű elkövetéseket. Akkor teendők a microtargeting kapcsán. Nyilván a legelső ez a jogi rész. A GDPR követelményeket kell tudni érvényesíteni. Van szerencsém mostanában egészségügyi projektek kapcsán tanácsot adni. Nagyon sokszor lehet azt tapasztalni, hogy legitim célokat próbálnak meg olyan eszközökkel elérni, amelyek nem teljesen kompatibilisek a GDPR-ral. Viszont hogyha lemegyünk a mélységbe, tehát lásd, el tudunk jutni addig a szintig, hogy beszélünk egy értelmes informatikussal, aki megtervezi mondjuk tehát egy designer informatikussal, bocsánat, az is már egy teljesen más szakma, tehát olyan informatikus már nincs, van 12-13 fajta informatikus, meg a designer, tehát az értelmes koncepciózus emberekkel. És elmondod neki azt, hogy mit szeretnél beletenni ebbe a folyamatban. Tehát opt-out legyen benne, nyilvános adatbázisokból lehetőleg, egyébként kerüljön egy ilyen utolagos tájékoztatás a ügyfélfelek kiküldésre, és egyébként legyen egy ilyen adatvédelmi hatásvizsgálat, tehát ez a Data Protection Impact Assessment elvégezve, akkor azzal nagyobban kielégítettük a projekttel szemlő követelményeket. Csak mondom, ide el kell tudni jutni, hogy az adatvédelmet, meg a jogot, és mondjuk az info, tehát valamelyest értő jogász, leüljön végig a designerrel beszélgetni. És általában ezek a kapcsolódások mindig hiányoznak, mindenki emlő a saját szakmájába. Az IT is azt mondja, hogy ez egy túl bonyolult történet, elegendő ezt simán egyszerűen az ezzel intézni, hogy a jogszabályok alapján működünk. Másodnak ott van a jogász, aki meg próbál egy ilyen 20 oldalas garancialistát számolni szerencsétlen informatikuson. És nyilván ezt a két szélsőséget kell vagy visszanyírni és középül találkoztatni őket. A másik, ami érdekes lehet jog szempontjából, vagy szabályozás szempontjából, az adatvagyonértékesítés kérdése. Magyarországon és máshol is rengeteg olyan adatot kezelnek közhatalmi szervek, illetve ilyen feladatás alapján félig közhatalmi szervek, amelyek nem nyilvánosak, tehát lásd, nincs benne egy cégregiszterben, nincs benne mondjuk egy föld nyilvántartásban, viszont mégis értéket képviselnek. Ezeknek a kérdése szerintem még nem rendezett. Tehát ha megnézzük azt, hogy mondjuk a Nemzeti Adatvédelmi Törvényben, vagy annak a mellékletében pontosan mik vannak felsorolva, ezek mind ezek a nyilvános nyilvántartások szoktak lenni. De ezt a szürke zónát általában nem érintik. És szerintem ez lenne az, ami egy nagyon nagy kihívást tesz a következő időszakban, hogy ezt a szürke zónát kifehéríteni, és azt mondani, hogy igen, ez értéket képvisel, és ennek a hasznosítását bizonyos szabályokhoz kell kötnöm. Mert ebből pénzt csinálnak jelenleg is, hogy mondjam, rajtunk kívánó harmadik személyek. Ugyanúgy szerintem a közösségi oldalak, illetve az egészségügy kapcsán is kell tudnunk valamilyen mondással rendelkezni, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat gazdaságosan felhasználni. Tehát mostanában ez minden ilyen közgazdasági, meg egy ilyen biznisz szemlélet uralja az egészet, mondjuk induljunk el Facebookból, hogy ahhoz, hogy ezt fent tudja tartani és ingyen tudja nekünk biztosítani, ahhoz neki egyébként mennyit kell befektetni, és egyébként ezért kell neki ezeket is elkövetni a mi adatainkkal. De arra még mindig nincs mondásunk, hogy egy adott embernek az adat tömege, az mondjuk a végén mennyit jelent, tehát pro capita per data mondjuk ownership, ez mennyit jelent a Facebook számára. Tehát én szeretnék egy ilyen számítást látni, és nagyon jó lenne, hogyha erre vonatkozóan tudnánk utána valami fajta stratégiát megszabás is kialakítani, hogy ezt egyébként milyen feltételek mellett engedjük meg, és mennyit kapjunk vissza ebből. Mi mondjuk polgárok, akiket ugye így felhasználnak, van is egy ilyen nagyon szép német kifejezés, ez a digitális rabszolgaság, ami pont erről szól, hogy az adataink fölött már nem mi rendelkezünk, és ennek tényleg van igazsága. Másrészt nyilván kell akkor a hamis hírekkel is foglalkoznunk, és azt mondani, hogy nem az adott hamis hír számít, hanem az összhatása az egésznek. És az összhatásra kell kitalálni egy szankciót.
amit mind büntetőjog, mind polgárjog, mind pedig esetleges ilyen egyéb gazdasági szankciósokkal lehetne szerintem beszabályozni. Ha a biztonsági teendőket nézzük meg, ott viszonylag egyszerű a történet, azt kell mondani, hogy a Lajos törvény, tehát a 2016-i évi 50-es törvény, az ne csak a, hogy mondjam, közigazgatásra és egyes kiemelt szereplőkre vonatkozzon, hanem mondjuk adatbrókerekre is, megrendelőkre is. Vagy mondjuk egy ezt a hasonló dolog, tehát amelyik ez egy kis gondom a Lajos törvénnyel, ami pedig az, hogy az nem törvényszintű, ami benne van, az inkább egy kormányrendelet vagy miniszterrendelet szintű részletes szabályozás. Tehát nyilván kéne egy magasabb szintű alapelvi rendelkezésre tartalmazó IT-biztonsági karta vagy alaptörvény, és ez alá kéne besorolni aztán ilyen könnyen változtatható biztonsági javaslatokat tartalmazó kormányrendelet halmazt, mondjuk így. A lényeg az, hogy ugyanezt kéne találnunk az adatbrókerekre is, meg a megrendelőkre is. És ha meg most akkor ide tekintünk, tehát azra, hogy akik ezt a konferenciát megszervezték, hogy mégis mi lehetne a teendő. Nyilván én úgy gondolom, hogy a market tracking ez egy nagyon előnyös eszköz akkor, hogyha akarok gazdaságot fejleszteni, ergo ne csak a nagyok játéka legyen. Tehát ne csak egy multinacionális cég tudja ezt magának megengedni, hanem legyen egy magyar KKV is, aki ezzel tud élni. Erre ki kéne találnunk egy támogató programot. Ugyanúgy nyilván azt is meg kell tudnunk mondani, hogy egy magyar KKV hogyan tud ennek jogilag megfelelni. Tehát ne kelljen neki több millió forintot azért kiadnia, hogy GDPR compliant legyen az ő, hogy mondjam, célzott piackutatása, hanem legyenek már olyan módszertanok, legyenek már olyan interaktív megfelelőségi szoftverek, amiket csak ki kell töltenem ahhoz, hogy azt mondja, hogy igen, így már jó. Tehát ezt szerintem már lehet a viszonylag könnyen automatizálni, és ez például szintén egy jó KKV-kat támogató ötlet vagy program lehetne. És nyilván az IT-biztonsági szintet is meg kell valahogy erősítenünk. Erről lesz egy kerekasztal beszélgetés is, úgyhogy itt most csak annyit tudok erről elmondani, hogy szerintem a KKV-knál is valamifajta közösségi szolgáltatást kéne nyújtanunk. Tehát ha azt mondjuk, hogy nyomottabb, tehát nem piaci áron kap egy olyan szolgáltatást, ami egyébként IT-biztonság szempontjából szinte tökéletes. Összefoglalva, maga a micro-targeting az egy nagyon-nagyon jó eszköz, csak tudnunk kell azt biztosítani, hogy jó célokra használják, és akkor tényleg mindannyiunk közös hibára válik. Köszönöm a figyelmet!